Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és szeretettel üdvözlöm a stúdióban mai meghívottamat, professzor dr. Bagdi Emőkét, szakpszichológust, klinikai szakpszichológust, pszichoterapeutát. Köszönöm a meghívást, örömmel vagyok itt. Hát nagyon-nagyon sok életterülettel foglalkozik behatóan, és igyekszünk majd a beszélgetés folyamán sorra venni ezeket a mind fontos életterületeket, de talán induljunk ki az önismeret fogalmából, ami valójában minden életterületnek az alapja, és hogyha ez rendben van és egyensúlyban van, akkor reménykedhetünk abban, vagy alapozhatunk arra, hogy az életünk más területei is harmóniában legyenek. Az utóbbi időben nagyon sok önismereti tréning, különböző foglalkozások vannak a köztudatban is egyre gyakrabban használt kifejezés az önismeret. Sokan azt mondják, hogy ez egy úri hóbort, mások szerint egoista dolog, órákat szánni rendszeresen arra, hogy foglalkozzunk önmagunkkal, mások szerint pedig egy fontos jelzése annak, hogy elindult egyfajta tudatosodás az életvezetésben. Szóval mi lehet az oka annak, hogy ilyen nagyon nagy jelentőséget adunk manapság az önismeretnek? Én már annak is örülök, őszintén megmondom, hogy egy pszichológiai fogalom bekerült valahogy a szóhasználatba, forgatjuk, de sajnos nagyon sok téves értelmezése is van. Mert az önismeret az nem arra a kérdésre válaszol, milyen vagy, és sokak tévesen azt gondolják, hogy azt is jelenti, hogy milyen vagyok, akkor elmondjam, hogy milyen vagyok. Ha most erre a kérdésre így például válaszolnom kellene, a világon nincs olyan ember, aki ne igyekezne jobb színben föltüntetni magát, és elmondani azokat a pozitívumokat, amikkel rendelkezik, ha elég őszinte. Vannak önismereti zárlataink is, hogy például azt gondoljuk, hogy teljesen fölösleges foglalkozni azzal, hogy milyen vagyok. Hát ilyen vagyok, hát én ismerem magam. Ó, én nagyon jó emberismerő is vagyok, magamat is ismerem. Ezek zárlatos dolgok, mert az illető azt hiszi, hogy ő valóban tisztában van saját magával, de azt se tudja, miről beszél, mert nem tudja, hogy mi az önismeret. Mert az igazi önismeret, és akkor hagyd mondjam el, és leteszem a voksot mellette, mert bizonyítani tudom, az lényegében annak a történetnek a megismerése, hogy hogyan váltam ilyenné vagy olyanná. Miért indulatos a természetem? Miért azzal van problémám, hogy a párommal, ha vitába bocsátkozom, nem tudok megegyezni vele? Miért vannak problémáim itt-ott az emberi kapcsolatok? Miért? És akkor ugye az önismereti zárlatos ember azt mondja, hogy én ilyen vagyok, és de igaz, hogy hozzám, te változz meg, és a legtöbb kapcsolatban, ami zátonyra fut, azt látom, hogy a másiktól várja, hogy változzon meg, ő, hát ő olyan. Ő, ilyen vagyok, és kész. Ez is egy önismereti zárlat. Sajnos súlyos, mert boldogtalanságot szór maga köré az ilyen ember. Valójában hogyan váltam ilyenné vagy olyanná? Ez mit kíván? Egy befelé tekintést. De nem ám úgy, hogy egy perc alatt, hanem megismerni, felfejteni, hogy különböző helyzetekben, ahol így vagy úgy viselkedem, mi a gyökér. Mire emlékszem? Hol volt először ez az életemben? Kitől tanultam, hogy, mert eltanuljuk, letöltjük a mintát, hogy ilyen komputeromorf kifejezést használjak, eltanuljuk másoktól, szüleinktől. Gyerekként látjuk, hogy ki hogy reagál egy helyzetben, akihez érzelmileg picit jobban húzunk, attól letöltjük. De most talán azt a részét, azt az értékét emelném ki az önismeretnek, hogy amiért mi introverzióba, befele figyelő, önmagunkat elemző állapotba kell, hogy kerüljünk, az egyben egy kapcsolati kényszert is jelent, mert nem azért megyek be a saját belvilágomba, hogy kérőszem benne, vagy hogy saját keserű levembe forogva próbáljak valahonnan valahova jutni, hanem az önismeret feltétele, hogy legyen egy olyan visszatükröző másik, aki azzal, ahogyan én felfejtegetem, hogy hogyan váltam ilyenné vagy olyanná, segít, hogy úgy az én lelkem labirintusában ne legyek eltévedt vándor. Mert ha elkezdek befelé menni a saját múltamba, emlékeimbe, gyerekkoromba, egyes magatartások megértési fonalába, akkor egy olyan fajta belső útra tévedek, hogy sajnos a mi kultúránk nem foglalkozik azzal, hogy ma a gyerekeinket is megtaníthassuk arra, hogy bemehetsz le oda abba a belvilágba. Van neked egy érzelmi agyad. Az érzelmi agy egészen máshogy reagál, mint a te okosságod.
okos agyad, a beszélő tudat, a balagyfélteke. De mi kultúránk egyoldalú, fél oldalas, úgy is mondhatnám. A szavakkal akár zsonglőrködni is lehetne. A szavak mögött valójában az a jelentés, ami egyes dolgoknak a hold udvarát, jelentés udvarát adja, az a fontos. Mert hogy valójában, mikor kommunikálunk, hát a magamról mondok valamit, az a jelentés, annak van egy olyan érzelmi háttere, ami adja, hogy én valamiről ezt vagy azt állítom, valamit így vagy úgy hiszek, és ennek a jelentés felhőnek a szétoszlatása, a ködök eloszlatása nagyon fontos, de hát egyedül csináljam. Kell, hogy legyen egy olyan, aki elfogulatlanul velem van ezen az úton. Most mi az, hogy elfogulatlan? Hogy ő felveszi az én szemüvegemet. Mikor én magamról beszélek, ő beleéli magát abba, hogy úgy gondolkodik, mint ahogyan én mondom, hogy nekem ez vagy az rossz, akkor ő felveszi azt az alaphelyzetet, hogy ő ugyanabban a jelentésbe utazzon velem, ez az empátia, beleélés, együttes munka, és ma már tudjuk, hogy ez milyen fontos, a személyes kapcsolat, szemkontaktus. Például tudjuk, hogy ahogy a szem tükröz, tükörneuronok vannak az agyunkban, amelyek érzelmi leolvasó apparátust indítanak be, de csak akkor, hogyha szemtől szembe vagyok a másikkal, és ha én nem tudom fölvenni ezt a szemkontaktust, akkor nagyon, hát hang után is lehet persze, de sokkal nehezebb, mert azok a neuronok, idegsejtek, amelyek ezt az érzelmi tükrözést tudják, azok megkívánják a szemkontaktust. Képzeljük el, hogy egy olyan helyzetben, mint amiben ma élünk, leszokunk a szemkontaktusról. Hogy például, mikor valaki beszélget a másikkal okostelefonon keresztül, SMS-eket küldök, hogy meg ott ül mellettem a másik, de nem szólok hozzá, nem használom a hangomat, nem használom azt a metakommunikációt, amire a szavak mögötti jelentésfelhőt is viszi és üzeni, hanem én szemkontaktus nélkül nyomom, üzenem. Bocsánat, ennek mi lehet az oka? Tehát, hogy ez egy védelmi mechanizmus, hogy inkább elkerüljük ezt a tükrözést, vagy egyszerűen egy rossz szokás, amit az utóbbi években felveszünk? Vagy ez kultúrának mi? A nyomása. Mi egy olyan világba kerültünk, ami a sarkaiból van kifordítva, és nagyon új irányt vett. Ez a robotika, az informatika, mindaz, ami technikailag segítségére van az embernek, hogy valójában emberszolgálati szándékkal, jó szándékkal indult. De beavatkozó módon az információ cserében egy olyan eszközé vált, amelyik először csak valahogy viszonyogtunk tőle, én még emlékszem, hát én 50 éve vagyok pszichológus, és tudom, hogy volt olyan korszak, amikor bunkofonnak nevezték például, az később okostelefonnak nevezett, már készülékében is egészen más apparátust. Ugye, amikor azt mondtuk, kihasználja, ugye, majd, hogy nem előítéletesen lenéztük, de észrevettük, hogy nélkülözhetetlen, mert fölgyorsítja az információ cserét, és ez a mi végzetünk, egy túlpörgő, fölgyorsított világban élünk, ahol az információ özön az, ami minket ér, ráadásul nagyon hamar is akarunk információhoz jutni. Hát van már egy olyan betegség szintig fokozódó probléma is, FOMO-nak nevezzük ezt az állapotot, fear of missing out, ami azt jelenti, hogy információ éhség, hogy nekem azonnal mindenben ben kell lennem, tudnom kell, hogy a világban mi történik, információ éhség, azonnal megnézni, de ha már kihagyom, hogy megnézem az internetet, vagy hogy a Twitteren tájékozódjam, vagy a Facebookon megnézem, hogy hogy állnak a dolgok, vagy a hírek, hogy megnézem, mi van, akkor már rosszul vagyok. Ez betegség szintig fokozódó ma már. Információ éhség, információ fogyasztás tömege, és hadd jegyezzem meg, földolgozás képtelenség. De nagyjából úgy vagyunk az információval, hogy jó, hozzájutunk, megsegíti a technika, élvezzük egy darabig, aztán ellenünk fordul. Mert a fölvett információt ugyanúgy meg kéne emészteni, mint ahogyha táplálkozunk, nem eszünk reggeltől estig. Felveszünk, majd emésztünk. De az információnak a megemésztésére nem hagyunk időt magunknak, hanem szüntelenül áramlik be, és ez fokozza azt a feszültségi állapotot, ami egy rossz stressz általános állapotát hozza létre bennünk. Na most messzire kanyarodtunk, ugye? Igen, mert hogy én csak azt szeretném mondani, igen, hogy ami áldásként indult, igen, az kicsit átokká vált azáltal, hogy elszigetel, hogy elválaszt, hogy a közvetlen személyes emberi kapcsolatokat távolítja, szigetel,
és valahogy azokat az érzelmi áramlatokat kapcsolja ki, amik éltetőek. És ma már tudjuk, hogy éltető volna. Hogy egy kismama nem néz a babájára, és nem használja, hogy tükörneuronjait fejlődjen neki gyöngyöm, hogy legyél olyan érzelmileg érzékeny, hogy egy finom lélek legyél. Mert ezt táplálni kell. És ha nem táplálom, akkor hogyan alakuljon ki, hogy finom legyen? És akkor mi lesz velünk, hogyha az érzelmi agyunk nem elég differenciált? Akkor a balagyféltekénk, ami nem ismer szánalmat, irgalmat, könyörületet, nem ismeri a szeretetet, a kötődést, mert az azért van a jobb, mert az szolgálja a balt, hogy itt vannak az okos gondolataim, itt meg a táp, de hogy ember szolgáló legyen, az az ismeret, és ne az ember ellen forduló, ezt a szelídítést, úgyis mondjuk domestikációt. Hát ez csak az érzelmi agyunk tudja megtenni, ha elég differenciált. Na de ha nem is tanítjuk iskolába se, hogy hogy kell olvasni az érzelmi agy üzeneteit, ha nem is tanuljuk meg, hogy hogy kell ezzel a belvilággal dolgozni, ugyan vajon mit remélünk? Még lehetne kérni, hogy figyelj, tedd félre azt az okostelefont, mert az már nem okosít téged, hanem valószínűleg becsábít egy olyan kényszerbe, hogy lassan, alattomosan az ismétlődés révén a szokás, ugye a szokás, hogy alakul egy ismétlődés, és kényszerré válik. Vagyis már kapom is elő, nem is veszem észre, már kapom elő, és mindent abból próbálok megismerni, nem a másiktól, nem az emberi kapcsolatokból, és kitől vonom el magam, akiket szeretek, vagy akiknek szüksége van rám, vagy akikre nekem volna szükségem. Tehát sajnos azt is merem kimondani, hogy elidegenedési hatása van. Most ugye mi az elidegenedés? Az egy veszélyes dolog, hogy tárgyként kezdünk bánni egymással. Mit értek én ez alatt? Mit is mond a konzumkultúra? Na, vedd meg azt a tárgyat, használd, dobd el, ne javítsd meg, dehogy is. És az emberi kapcsolatokban egyszer csak észrevesszük, hogy már úgy bánunk egymással, mint a tárgyakkal. Már nálunk van egy nagyon rossz kifejezés otthon, összebútorozás. Két ember az érzelmi szövetséget, amit vállal, hogy összeköti az életét, ilyen kifejezéssel illeti. Mi ez? Hát a ledegradálása, érzelmi kilúgozása egy szentséges dolognak, hogy én értett felelősséget vállalok, hogy elköteleződöm. Azt mondja az identitáskutatás, akkor vagy felnőtt, ha tudsz adni magadból, ha érzelmet, vagy segítséget, vagy valamit a világnak, vagy egyáltalán szeretetet, szóval tudsz adni magadból, amire képes vagy, és ha tudsz elköteleződni és felelősséget vállalni. Ezt a hármat tudod, akkor felnőtt vagy. És ma 50-60 évesekkel találkozunk, aki se elköteleződni, se felelősséget vállalni nem tud. Új betegségek alakulnak ki, mint a dark szindróma, a sötét személyiség szindróma. Hogy egoisztikus, narcisztikus, hogy pszichopata, és hogy machiavellista. A cél szentesíti az eszközt, gázol át a másikon. Mi a baja ennek az embernek? Mondhatnánk röviden szólva, hogy nincs szíve, az érzelmi fejletlenség, az érzelmi felelősség, hát mitől leszek felelős a másikért? Hogy fontos nekem, és felelek a általa föltett kérdésre, hű vagy hozzám, felelek, és felelősséget vállalok, hogy igen. Nos, akinek az érzelmi agya, hogy úgy mondjam, nem kapott elég tápot, hát nincs benne szánalom, irgalom, megy, mint a tank a saját érvényesítése irányába. Ezért nevezték sötét személyiségnek, ugye célszentesíti az eszközt. Mit törődöm én a másikkal? Ez jön ki belőle. Én átgázolok rajtad, mert nem érzek olyan, nincsenek olyan humán érzelmeim. Nem is akarok foglalkozni ezzel. És ugye ebből gondoljuk el, ha ez szaporodik, az ilyenfajta személyiségtorzulás, hová jutunk? Oda jutunk, hogy valójában, aki érzelmileg differenciált, az súlyosan szenved. Az nem érzi jól magát ebben a világban, és azok lesznek a nyerők, akik tudják ezt a stratégiát, és akik a saját céljaik érdekébe bárkin átgázolnak, és bármit megszereznek maguknak, amire a másik, akinek erkölcsi gátlásai vannak, nem csinálja meg. Igen, és hát ugye nagyon sokan vészjósló módon már akár az egész Földnek az elpusztítását nagyon reálisan kijelölik, mint végső momentuma ennek az egész tendenciának. Igen, ha egy tudás... Igen.
arra használódik föl, mert nincs emberszolgáló hatalma. Emberszolgáló tudás az az érzelmi agyunknak a szánalma, körülülete, szeretete, irgalma, a másik emberhez fűződő érzelmek miatt van. Ezért minél gazdagabb az érzelmi tudat. Egy jó vezető is például, mitől jó vezető? Attól, hogy nem csak okos esze van, hanem a kapcsolatokat tudja nagyon gondozni. Hát ki az, aki a kapcsolatokat jól tudja gondozni? Aki személy szerint szemkontaktus, újra mondom, hogy tekintettel van a másikra. Milyen aki, szép ez a magyar nyelv. Aki odafigyel a másikra. Én tudok olyan, hogy is mondjam, vezetési modellt, amiben bizonyították azt, hogy az a jó vezető, aki meg tudja teremteni a saját cégén belül azt a fajta úgymond családias világot, ahol szinte mindenkit keresztnevén ismer, aki törődik azzal, hogy a munkatársainak hogy vannak a életrelációi, hogy éppen hol kellene segíteni, de így személy szerint is ismeri, és aki látja, hogy ki mire a legképesebb. Van egy csodálatos vezetői modell, most hogy mondjam már el ezt, mert annyira nagyon érdekes, és hogy hát sokszor gondolok arra, miért nem tudják ezt a vezetők, hogy ezt így kellene csinálni. Hogy mindenkinél ügyesen csak megfigyelni, kinek mi a legjobb talentuma, miben a legügyesebb. És mikor föl van térképezve, hogy ki, miben, de hát erre odafigyelés is kell természetesen, személyre szóló odafigyelés, és amikor így már megtapasztalta, hogy ki miben ügyes, akkor azt parancsolja meg, azt rendeli el, hogy mondjam szelídebben, hogy te ezt fogod csinálni az én cégemben. Így fogunk együttműködni. Neki is siker, boldog. Hát én ezt nagyon jól tudom, és pont azt kapja feladatul. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és a lényege mindig oda jutunk, hogy ahol van emberi érzelem, ott van szelídített indulat, ott van meggátolt agresszió, ott van felelősségvállalás, és ott nincs emberpusztítás. Igen, nagyon sok vezető tévesen még mindig le van ragadva annál az elméletnél, miszerint a terrorral és a félelemkeltéssel kell tiszteletet kivívni önmaguknak. Igen. Szóval ez sajnos, hogy hát még mindig van, ahol még mindig él ez a felfogás. Nem tudnak már tiszteletet kivívni. A generációs különbségek már markánsan élesek. Úgyhogy a legújabb, legutolsó generáció, ugye, ha veszük veterán XYZ és a legújabb generáció, legutolsók, a kicsik, ugye, hogy is mondjam, a tizenévesek, ugye a generációs különbségek erősek és fölgyorsultak a generációk. Régen 30 év volt egy generációváltás, 20 év lett, és ma 15 év körülbelül egy generációváltás. Tehát a generációváltás alatt egy egész paradigmaváltást, a gondolkodásnak, a világképnek, a dolgokhoz való viszonynak, az emberi kapcsolatoknak a megváltozását értem. Ma például, hogy egy 20 éves informatikusnak például legyen tekintély tisztelete, ő neki, aki után ezrek vadásznak és levadásszák, hogy gyere az én cégemhez, mert on értékes vagy, és akkor kapja a hatalmas fizetést, és ekkora egója nő, mert hogy ugye ő milyen érték. Hát ez nem lesz tekintély tisztelete. Ahhoz, hogy egy ilyen kialakuljon, ahhoz azért szükséges mégis a családmodell, de milyen családmodell? Az egészséges családmodell, ahol megvan az apa funkció, és megvan a gondozó anya funkció. És ezt nem vehetik el a világtól, hogy míg a világ a gendermodell akármit sugall az embereknek, hogy lehetsz férfi, nő, meg hasonló ostobaságokat. Valójában nem személyes döntés, ezek fontos olyan szerepek, biológiai erők táplálják. Tehát a család modell az azért modell, mert egy vezető, ha nem tudja azt a fajta szeretetteli kapcsolatot kialakítani. Milyen a jó apa? Olyan, aki tud határokat vonni, muszáj határokat vonni. Ma egy elhatártalanodó világban élünk. Egy téves pedagógiai koncepció, hogy mindent csak hagyd, mert nő az, majd minden kibontakozik belőle. Ugyan már vadhajtások is, hát még a kisfát is valahogyan metszik. Szóval, hogy olyan nincs, hogy az ember, mint a dudva magától nő, és akkor annyira jó dolgok bontakoznak belőle. Nem, ott kell egy olyan fajta a tekintélynek, az a fajta ereje, ahol a határvonás megtörténik. De én nem tudok tiszteletet érezni egy olyan iránt, aki engem földbe akar döngölni, csak olyan iránt, aki kifejezi, hogy te fontos vagy nekem. Épp ez lenne egy nagy területe az ön kutatásainak, a párkapcsolatoknak a megértése és feltérképezése, és van egy nagyon szuggesztív jelkép, amit mindig szokott mondani,
és pedig, hogy a férfiak a teremtés koronái, de Ja, ezt a bizonyos igen. koronát mi nők helyezzük a fejükre. De hát meg vagyok róla győződve. Hát, bontsuk ki ezt ugye egy a kicsit. mindannyiunknak szüksége van egy olyan fajta önképre, hogy valahogy érezzük már valakinek magunkat a világban. Valakik vagyunk, de mi által? Nem önmagunktól, hanem hogy visszatükrözi valaki, jelzi, hogy te fontos vagy nekem. És hogy fontos vagy úgy, hogy egy érzelmi kapcsolat is fűz hozzád, valamilyen jelentése van, és jelentősége a te személyednek az életemben. Most erre nekünk rendkívül nagy szükségünk van, de a hagyományos, patriarchális családberendezés vagy családmodell még olyanokat sugall, és még ugye a mentális, hogy is mondjam, változás sokkal lassabb, mint ahogy elszalad az idő, és a korszellem diktál valami új magatartásmódot. Tehát tulajdonképpen még bebekúszik ugye az a fajta férfi-nő kapcsolati modell, amiben a férfi osztja az észt, ő az úr, ő a meghatározó. Na most nyilvánvaló, hogyha nekem valaki meghatározza, mit csináljak, azt parancsnak veszem, és ha a parancs nyomán fenyegetve érzem a kapcsolatunkat, akkor az olyan, mint amikor a kisgyerek csak pusztán attól a félelemtől, hogy jaj, csak el ne veszítsem szüleim szeretetét, elkezdek engedelmes lenni. Na most ez a felnőtt kapcsolatokban borzalmasan kártékony, és ma különösen akkor kártékony, mikor a világban érezzük azokat a mozgásokat, emancipációs, hogy az esélyegyenlőség, hát központi téma ma a világban, hogy a férfi és nő között értékében, nem biológiájában, értékében teremtsük meg azt a fajta különbséget, te erre vagy szuper alkalmas, te meg erre, de ti egyen rangúak vagytok a világban, ami azt jelenti, hogy te nő ugyanannyit keresel, ha egy olyan foglalkozásban vagy, mint a férfi, hogy te ugyanúgy vagy megbecsülve, mint a férfi, csak hogy engem ne férfi értékek szerint mérjenek, hanem olyan értékek mentén, amire hoztam magammal a biológiámba, az agyműködésembe, hoztam magammal, hogy én vagyok az, aki életet tudok adni, aki ezzel az élettel tulajdonképpen az élettörvényt szolgálom. A férfi az, hát a magzatát, hogy úgy mondjam, megteremti, de ezen kívül az összes, ami a felnevelésnek a oroszlán része, nagy része, testemből szoptatom, nem tudja pótolni a férfi, megszülöm, nem tudja a férfi. Tehát tulajdonképpen a nemek között ti sajátos, csodálatos képesség tesz királynővé egy nőt, és nem tud bemenni oda abba a világba egy férfi, hogy ő majd megcsinálja. És viszont ismerjük el, 10 000 nőnél megkérdezik, mi az, amit szeretnél egy férfitől kapni. Na, mit szeretnénk? Adj nekem biztonságot, és mondd, hogy szeretsz, fejezd ki a szeretetedet. Ugye mi jobb vagy férteke, dominánsak vagyunk. De mi érzelmi agyunk óvó fejlettebb arra, nekünk kell majd megteremteni azt a családi fészket, amiben akárhogy változik a világ és az értékek változnak, nekünk ott mégis a jövendő gyerek egészségét meg kell teremtenünk, hogy biztosítjuk neki azt az érzelmi ellátmányt, azt a biztonságot, azt a fészket, amiben már nem azért mondom, de a férfi is boldogan hazarohan. Mert azért neki is nagyon jó, hogyha a szeretet kifejezéseként etetjük, mert ugye van egy kulcsszó, etetlek, szeretlek. Akit én etetek, azt kifejezem, hogy szeretem. Tehát ez, na most ott tartunk, ugye ebben a férfi-nő dilemmában, hogy hogy is legyen, hogy az értékek mentén, hogy legyen királynő egy nő, és hogy legyen király egy férfi, aki megkapja a koronát. Ha én azt érzem, mint nő, hogy a férfi azt, amit én teszek, mint nő, nem csak, hogy elismeri, hanem kifejezi, hogy erre neki szüksége van, akkor én igyekszem neki kedvébe járni, és amire neki ahhoz szüksége van, amire neki, de nem amit én kitalálok, hanem amire neki tényleg szüksége van, azt nyújtom. Ami azt jelenti, hogy egyik se saját magára figyel, hogy mit akarok én, mire van nekem szükségem, hanem a másik kérdezi meg tőle, és figyel rá,
hogy neked mire van szükséged. Hát akkor, ha te azt kéred tőlem, hogy segítsek a bevásárlásban, speciál szeretek bevásárolni, mondja a férfi, és megy és segít. De ehhez ezt az egyensúlyt megint csak arról az egymásra figyelés. Hát most miért én találom ki, és nagyon sokszor itt szátonyra mennek a kapcsolatok. Mert egyszerűen vagy bejön ez a patriarchális modell, hogy a férfi osztja az észt, megmondja, hogy mi történik, a nő meg alárendelten visszavonul, és boldogtalan. Most ismerjük azt a fajta kapcsolati modellt, ami úgy működik, hogy alárendelődik az egyik, és akkor komplementer kapcsolat, ő az úr, én a szolga, és akkor ezt a szolgaságot nem bírjuk elviselni, mert mi is vagyunk valakik. Hát kik vagyunk, mert hogy lehetek én egy ilyen, hogy meghatározzák, hogy mit csináljak. És metakomplementer kapcsolat, azért mutatom ezt, kerülőutas, na mi nők, nagyon megtanultuk a kerülőutas. Hogy azt elérjük, mert a kapcsolatban nem a dominancia határozza meg, hogy mi történik, hanem a kontroll. Ki a kontroll, ki határozza meg a következő lépést, hogy mi fog történni. És tulajdonképpen, ha belenézünk az élet konkrét valóságába, mi nők nagyon tudjuk kontrollálni a kapcsolatot. Mert mi akkor is, hogyha valaki uralkodik a fejünk fölött, mert a komplementer módon, kerülő úton elérjük, hogy az történjék, amit mi akarunk. Hányszor találkozom én azzal az esettel, hogy egy pánikbeteg kiszorítja a férjéből azt, hogy te pedig velem vagy, fogod a kezem, nem mész te sehova, majd te velem leszel, és akkor kísérgetsz engem, és csak erkölcstelen ember az, aki ott hagyja a beteg feleségét. A kérdés, hogy ettől boldog-e? De egyáltalán nem, de most nehogy valaki félreértse, hogy minden pánikbetegség mögött ez van. Természetesen. De nehogy már félreértés, de csak példaként mondtam, hogy sokszor például a férfi szeretne egy szabad estét a barátaival, és akkor a feleség az, hát annyira migrénem van, el tudsz menni, itt tudsz engem hagyni. Na most, ha én zsaroló módszerrel érem el, hogy ott maradjon, sose fogom megtudni, hogy én értem, megteszi-e. Na most visszatérek megint oda, hogy az érték, mert ugye onnan ágasztam vissza, de most azért térek vissza oda, hogy az érték, egyenlőség, hogy mindenki a saját nembeli lényege értéke szerint. A nembeli lényeg azt jelenti, hogy mit hozok magammal, genetikailag kódolva van, hogy mire kapok én idegrendszert, hormonműködést, képességeket, és azt a minden nagyon jó világ, az a jó világ, hogy elfogadja, hogy ezek a te királyi értékeid. Így lesz királynő egy nő, hogy a királyi értékeit, a pótolhatatlant, a páratlant egy társadalom értékeli. Itt van az esélyegyenlőségnek nagy szerepe. De ezt természetesen kívülről is meg kell kapjam, mert ha nekem egyszerre kell mosogatólánynak lenni, bevásárlóházi asszonynak, takarítóasszonynak, családfenntartónak, és ugye tudjuk azt is, hogy a személyiségfejlődés zátonyai azóta alakultak ki nagyon nagy tömegben, mióta az édesanyja nem tudja az anyai funkciót ellátni. Ha nincs az első életévben egy jó kötődési alapminta, ez egy idegrendszeri modell. Ha ezt nem tudjuk biztos, hogy később nem alakítható ki, az a baj. Hogy keletkezik egy dark személyiség, egy sötét személyiség? Hogy az érzelmi agya nem kapja meg azokat a tápokat, amik ahhoz kellenek, hogy elkezdődjön az érzelmi csápoknak a kialakulása az idegrendszerében. Nos, messzire vezető még ezekről beszélnünk, de bizonyára... Egy következő műsorban fogunk tudni erre sort keríteni, mert elrepült ez a szinte fél óra. Két percünk van még az adásidőből. Én arra szeretném kérni, hogy foglaljuk össze, melyek lennének azok a hétköznapi praktikák, módszerek, amelyekkel azt a lelki egyensúlyt fent tudjuk tartani, ami az alapja mindannak, hogy egy egészséges életet tudjunk élni a sok-sok szerepünkben, amelyeknek ugye meg szeretnénk felelni. Hogy legyen egy belső iránytűnk. Az én iránytűm bensőmből vezérel, mondja József Attila. Legyen egy olyan belső hitrendszerünk, meggyőződésrendszerünk, célrendszerünk, hogy meg tudjuk válaszolni azt, mi az életem értelme, miért élek, hova adom az élet energiáimat, kik a legfontosabbak, a saját értékvilágomban, szeretett kapcsolatokból kiindulva csinálok egy hierarchiát. Legfontosabb nekem, na akkor tedd oda, hogy ki a legfontosabb, és akkor csináld úgy az életedet, ha csak egy mód van rá. Tudom, hogy kényszerhelyzetek tömegében élünk, de rajtam is, rajtad is múlik, hogy
szerkesztjük meg az életünket, a napjainkat. És ha mi a női szerepünknek megfelelően, ahol várják a szeretetet, mi tudjuk ezt a közvetlen, babuskató, érintő, ezt a fajta ölelős típusú szeretetet kifejezni jobban, mint a férfi. A férfi balagyféltek, és még beszélni se szeret. Szóval ugye belőle ki kell simogatni, ki kell, hogy úgy mondjam, csókolni azt, hogy hajlandó legyen már magáról is valamit mondani. Tehát értékrang sor, értékhierarchia, és ennek megfelelően megmondani tudni és cselekedni tudni, aki fontos, és ami az én életcélom, amiért élek, ami ad értelmet az életemnek, azt szolgálni. Ha mi ide, erre az emelkedett szintre eljutunk, hogy tervezni tudjuk az életünket párunkkal együtt. Két kört rajzoljunk csak, itt a férfi, itt a nő, csúsztasd össze a két kört. Mennyi lesz az, ami a közös? Tessék otthon lerajzolni, kérd a párodat, rajzolja már le, hogy hogy vagytok ti egyek. Itt vagyunk mi egyek a közösségben. Ez már nem én és te, hanem az a része az énünknek. Itt vagyok én, itt vagy te, maradtunk, vagyunk, akik vagyunk, de itt az életünknek a java része, a közös. Mert együtt vállaltuk, hogy építjük az életet. Ha ezt a közösséget nem vállaljuk, nem lesz belőle életépítmény. Sok-sok kudarc és sok-sok boldogtalanság. Bízom benne, hogy sokan elgondolkodnak a most hallottakon. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést professzor dr. Bagdi Emőkének, és külön köszönöm azt, hogy ezt az inspiráló személyiséget és ezt a szellemi, fizikai frissességet, ezt nem csak elméleti szinten, hanem a saját személyével is tudja igazolni. Köszönöm szépen. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!